a ruházat és a fegyverzet, illetve a lovat mértezete a klasszikus 10. századi fegyverzet mértezete, hiszen előszeretettel alkalmazták a bőr, amiből rengeteg kimerítetett a mennyiség általában. Ezek a pinkel páncélok borították a lovat, illetve a lovasok is jelentős tömegre alkalmazták a bőrvirteket. Bölcs Leó, bizánci császár jegyezte le a magyarok hadviseléséről, hogy kezükben híjat tartanak, hátukon kopját hordanak, és a harcnak megfelelően hol az egyiket, hol a másikat használják. Hiszen az így kiváló távlövő fegyver, az íjat akkor használták, amikor az ellenség sorai nagy távolságból kívánták megbontani, hiszen az íj használatánál nincs szükség közvetlen fizikai kontaktusra. A kopja, amit láthatnak, zászló formájában lovasok által, viszont a közelharc eszközetje. De hogy ezeket a gombokat eltalálják a lovasok, ezt az endülő hangot, csengő hangot biztos, hogy az egész térre lehet majd érzékelni. Tehát egy vágtal, vágtába végig mennek a lovasok, ezt a vágtát pedig maga a lovasi lászat fogja követni. Repülési sebessége több mint 200 km/h. Akkoriban a harci nyilak képesek voltak 300-350 méterről egy vértet átugrani, egy lovat aroncsak. Itt is kitűnő találatokat láthattunk. És már is jön a következő lovas. Folyamatosan egymás követően jönnek a lovasok, és legkívül gyors tempóban próbálják lekiszolni a célt. És a lovon elhelyezett nyilat tegeszt vissza lovas. Ezeket a lovaknak a kiképzése abból áll, hogy mindenféle felszereléssel a lónak egyenletes, gyors, de nyitott vágtában kell haladni. Itt is csendőnek a gombok, hatalmas találatok, elvágnak. Daróczi Zsolt, egy kiváló másodon. Ezzel térjünk vissza arra az idézetre, amivel kezdtél. Ez nagyjából úgy hangzik, a hatig idézet magyarul, hogy a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket. És hát valóban láthattuk, hogy ilyen sebességgel, ilyen tempóval mennyi tevékenysége kell egyszerre koncentrálni. Az első lövés nyilván picivel szabadabban megy, hiszen utána aztán folyamatosan kell a nyilvesszőket elővenni a tegezből és lőni. Gondolom ez néhány hónap gyakorlást igényel. Hát ez több év, én 25 éve gyakorolom magát a lovasi játszatot, és még nem érzem úgy, hogy tudnám ettől a csodáról a több mint 40 feljegyzett hadjáratra vettek észlésseit. Ezek a hadjáratok nagyon rossz címszóval, nagyon rossz néven kerültek bele a magyar történetírásba. Ez valami precíz hadjáratok voltak, és a magyarok minden esetben valami uralkodó meghívására mentek akár Bizáncba, és a bizánciak mellett harcoltak mondjuk a bulgárok ellen. Tökéletes valami kardalátot láthattuk, Golykor mellett. Az bizony egy élménnyel szegényen. Engem azt tesz boldoggá, hogy végre tanítványaim itt lehettek, és átadhattam nekik a helyet. Köszönjük a lehetőséget, és további jó szórakozást kívánok! Hölgyeim és uraim, Kassai Lajost hallottuk, nagyon szépen köszönjük! És Piászai búcsúznak. Természetesen, ahogy ezt hallották, nyugodtan keressenek rá, akár interneten is Kassai Lajos nevére. Látják majd az iskola, hogyan működik kaposmérőn, és tényleg kérdés az is, hogy próbálhatnék volt, hány hónap szükséges ahhoz, hogy valakon egy nagy biztonságban Hölgyeim és uraim, Kassai Lajos tanítványai búcsúznak. Köszönjük a bemutatót! És azért azt gondolom, hogy Kassai Lajos szakértő kommentálása mindannyiunknak becsületére vált volna. Ha lehet, akkor a legközelebb is inkább én mellém Lajos kérhetlek, hogy ilyen szépen, sőt, egy